újságírói tehetségük kibontakoztatására nyújt lehetőséget a 7.-8. osztályos gödöllői diákoknak a Hajós Alfréd Általános Iskolában hagyományossá vált városi riporterverseny. A riporter kerestetik megmérettetés 2016. április 7-én már 28. alkalommal került megrendezésre. Olyan tehetségeket vártunk erre a versenyre, akik talpra esettek, szépen beszélnek magyarul, kíváncsiak, logikus gondolkodással bírnak, és jó hangulatot tudnak teremteni egy-egy személy megismeréséhez. Óta iskolánk tehetségpont. Két alkalommal nyertük el az akkreditált kiváló tehetségpont címet. Ez kötelez minket olyan hagyományok megőrzésében, mint például a riporter kerestetik, vagyis a városi riporter verseny. A szervezés során egy csapat áll össze, akiknek a munkájuk eredménye az, hogy minden a helyén legyen, az oklevél elkészítésétől kezdve a teremberendezéséig, a gyerekek irányításáig, műsor, amint láthattuk, nagyon kellemes körben zajlik, és amikor a kollégák elkísérik a gyerekeket, akkor egy szakmai beszélgetés is van ezen a délutánon. Vigyázzatok ma jól, amikor beszéltek. Vigyázzatok, a nyelv ma szent kehely, ki borát issza, élet borát issza, előre néz, s csak néha, néha vissza, s a kelyhet többé nem engedi el. A riporterversenyre összesen 17 tanuló jelentkezett a város 8 iskolájából. A Damjanich János, az Erkel Ferenc, a Petőfi Sándor, a Hajós Alfréd és a Szent Imre Katolikus Általános Iskolából, a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumból, a Török Ignác Gimnáziumból, valamint a Református Líceumból. A zsűriben Gödöllőváros 3 szakmabeli személyisége foglalt helyet. Elnökként L. Péterfi Csaba, a polgármesteri kabinet vezetője, Gödöllőváros kommunikációs igazgatója és nemzetközi kapcsolatok koordinátora, valamint Asbóth Vanda, a Művészetek Háza kommunikációs munkatársa, és Szabadi Mónika, televíziónk gyártásvezetője értékelte a versenyző diákok munkáját. Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, akikkel az interjúkat készítik a versenyzők. Szeretném őket bemutatni. Gálné dr. Merva Mária, a Gödöllői Városi Múzeum nyugalmazott igazgatója. Mészáros Beáta, énektanár, drámapedagógus, a Garabonciás Színtársulat művészeti vezetője. Istvók Anna, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ munkatársa. Fodor László zenetanár, a hazai és nemzetközi zenei élet elismert Kossuth-díjas művésze. Dr. Újvári Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgató helyettese. Az 5 gödöllői vendég közül a diákoknak a sorsolás útján véletlenszerűen kiválasztott riportalannyal kellett egy-egy 3 perces interjút készíteniük a zsűri előtt. A versenyt megelőzően közös bemutatkozó beszélgetésre volt lehetőség, ahol a gyerekek felkészülhettek a megmérettetésre. A riporterverseny idei témája Gödöllő várossá nyilvánításának 50. évfordulójához kapcsolódóan a Gödöllő 50 a megújuló értékek városa volt. A tanulóknak e téma köré építve kellett kérdéseket feltenniük a városban élő, tevékenységükben, munkájukban kiemelkedő riportalanyoknak. Jó napot kívánok! Szabó Panni vagyok, és dr. Újvári Tamásra szeretném.
Kezdj csokolom. Jó napot kívánok. Idén 50 éve, hogy Gödöllőt városi rangra emelték. Készülnek-e a kastélyban valami programokkal az évfordulóra? A kastély szempontjából is fontos ez az 50 év. A kastély egy másik számot is megünnepel, mert hogy idén 20 évvel ezelőtt nyitotta meg a kapuit a közönség számára, mint múzeum. Mint múzeum természetesen elsősorban kiállításokkal kell, hogy foglalkozzon, és a kastély 20 éves történetét, meg a város 50 éves történetét próbáljuk az állandó kiállításunkban egy, hát ha lehet azt mondani, egy második kiállítással bemutatni. Azt gondolom, hogy akkor izgalmas egy kiállítás, hogyha nem csak egyféle dologról szól, hanem sokféleképpen meg lehet ugyanazokat a dolgokat nézni. És különböző korosztályoknak lesznek programok, vagy összesítve mindenki számára? Azt gondoljuk a kastélyban, meg a városi könyvtárban, meg a művészetek házában, meg itt Gödöllőn mindannyian, hogy nem szabad egyforma dolgokat odaadni az érdeklődőknek. Valószínűleg önt kevésbé érdekli az, amit esetleg egy nyugdíjast érdekel, vagy egy családapát érdekel. Mindenkit másként kell megszólítani, úgyhogy természetesen a különböző korosztályúaknak különböző programokat kínálunk. Igaz ez még a kiállításra is. A legkisebbeket például úgy próbáljuk megszólítani, hogy beöltöztetjük őket hercegnőnek, meg királyfinak. A nagyobbakat, a kamaszokat úgy próbáljuk megszólítani, hogy vásároltunk érintőképernyőket, számítógépes játékokat fejlesztettünk a kastélyról, le lehet ülni a kiállításba, van egy olyan szoba, ahol vannak számítógépek, lehet játszani, csináltattunk 3D mozit. Nyilván a felnőtteket könnyebb egy felnőttnek megszólítani, mert általában úgy szólítom meg őt, ahogy magamat is megszólítanám, egy gyerek aggyal gondolkodni mindig nehezebb. Mondhatjuk azt, hogy ugye mindig az idősebbek mondják, hogy a mai fiatalok. Én amikor láttam ezeket a gyerekeket, én azt mondom, hogy nagyon jó, és nagyon örülök, hogy ezek a gyerekek itt vannak, mert ők bebizonyítják, hogy igenis a mai fiatalok is felkészültek, ügyesek, jól kérdeznek, gazdag szókincsel rendelkeznek. Ami probléma volt nagyon sokszor, ez érthető a korukból, az, hogy némelyik nagyon izgult. De hogy mentségükre legyen mondva, én is mindig nagyon izgulok, például most is, minden interjúnál, úgyhogy azt hiszem, hogy tényleg mondhatjuk, hogy ez egy sikeres verseny volt, ügyesek voltak a gyerekek, és büszkék lehetnek az iskolák, a szülők és ők maguk is önmagukra. A versenyző diákriporterek többsége az interjúalanyok egyéni pályafutására, személyiségére is kíváncsi volt a város közéletében betöltött szerepük mellett. Hogy hozta ide a sorsönt Gödöllőre? Hogy végül ide költözött és itt él most? Amikor zeneakadémista voltam, akkor volt néhány évfolyamtársam, aki itt tanított, és akkor ők ajánlottak az akkori zeneiskolai igazgatónőnek, akit Ferenci Annának hívnak. És amikor leszálltam a hévről, akkor azt mondtam, hogy én itt akarok élni, mert nekem ez annyira tetszik. És mi fogta önt meg Gödöllőn? Szóval mi volt az a tény, ami miatt ön Gödöllőn akart élni? Az a park, amíg a hévtől átsétáltam a zeneiskoláig. És ön ugyebár tanít is gyermekeket, meg hát fiatalokat, és hát 20 éveseket is, és hát zenél is, és ön melyiket szereti jobban csinálni? Hát a zenélés az tölti ki azért az életem nagy részét, de hát a tanítást is természetesen. Nagyon szeretem látni azt, amikor egy együttes vagy akár egy növendék fejlődik és teszi a dolgát és gyakorol. Vannak nehéz pillanatok, persze nem mindig van ez így, de azért az is nagyon jó érzés. Milyen volt most megélni ezt riportalanyként? Milyenek voltak a fiatal diák riporterek? Nagyon meglepett, amikor az előzetes felkészülésen voltunk a külön teremben, az engem húzott gyerekekkel, hogy milyen sokrétűek a gondolataik, és bizony nagyon belementek sok minden olyan dologba, amit nem feltételeztem volna egy általános iskolásról. És utána ez a riportban is visszaigazolódott egy-két esetben, hogy a világról azért a gyerekeknek véleményeben még viszonylag tájékozottak. Szívesen beszél az ember a nyilvánosság előtt magáról? Ön például szívesen teszi ezt? Nekem ez a legnehezebb, én magamról nagyon nehezen beszélek. Nem gondolom magam zárkozottnak, csak ez egy picit nehezen jön, és nehezen fogalmazok meg magamról gondolatokat, szívesebben teszem, vagy könnyebben inkább így fogalmazom, hogyha valamilyen szakmai kérdésről van szó.
Néha a gyerekek próbálták ötvözni a városi, a társadalmi életet az egyénnel. Ön szerint ez hogyan sikerült nekik? Már maga a gondolat is jó, hogy ezt megpróbálták összevegyíteni, és szerintem a gyerekek jól érezték azt a vonalat, hogy nem lehet személytelenül megszólítani valakit, muszáj a személyiségéről is megtudni valamit, hogy aztán össze lehessen kötni a társadalmi szerepvállalásával. Olyan szempontból volt nehéz helyzetünk, hogy négyen kaptak maximális pontot, és így mondhatjuk azt, hogy négy első helyezettünk lett, és plusz két személy volt az, aki egy fél ponttal vagy egy ponttal kapott kevesebbet a többiektől, tehát összesen hat díjazottunk lesz, négy első helyezett és két második helyezett. A díjakat a zsűri mellett dr. Gémesi György Gödöllőváros polgármestere és Zmák Julianna Borbála, a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola igazgatója adta át a győzteseknek. Először, akinek szeretném átadni az oklevelet és a könyvet, az Csizmeg Anna. Gratulálok. Gratulálok. Azon felül, hogy nagyon ügyes volt Anna, nagyon jó volt az interjú, ő volt az első, tehát neki volt egy kicsit a legnehezebb, hiszen ő rögtön elsőként kezdte, úgyhogy gratulálunk. A második személy, aki szintén a maximum pontot kapta, az Liska Zsófia. Gratulálok! Egy oklevelet. Gratulálok! Zsófi nagyon ügyes volt, ő is szintén nem csak a személyre, hanem magára a témára is rákérdezett, és ez nagyon fontos volt részünkre. Hát egy határozott fiatalember szintén a Budai Bence. Egy nagyon jó interjú volt, köszönjük szépen, gratulálok! És szintén egy határozott, jól felkészült, és közben azért vicces és humoros interjú is volt, tehát nagyon jó interjú volt, Wisnowski Tamás. És akkor két fő van még, akinek szeretnék gratulálni. Ő nekik már ilyen oklevelet, ilyen nagy oklevelet nem tudok adni. Az egyik Liska Dóra. Ó, én adom neked az egyik könyvet, parancsolja. És szintén, aki egy, tényleg csak egy pár, mondani fél ponttal maradt le, az pedig Csontos Attila. Külön díjban részesült továbbá Szabó Panni, aki Gödöllő heti lapja a Szolgálat szerkesztőségében tölthet el egy napot, és megfigyelheti, hogyan készül az újság, Liska Zsófia pedig a Talamba ütő együttessel készíthet interjút, amely felkerül majd az együttes honlapjára is. Gratulálok mindenkinek, aki ezen a versenyen elindult. Ez egy városi verseny, nagyon sok tehetséges fiatal mutatkozott be. A zsűri értékelése is erről szól, és azt gondolom, nagyon fontos az, hogy manapság jó legyen, a tájékoztatás gyors legyen, hiteles legyen, felkészültek legyenek azok, akik bárkivel riportot csinálnak, és mindenféleképpen megfelelő készséggel rendelkezzenek az objektivitás tekintetében. Szerintem
ez egy jó lehetőség arra, hogy valakik elinduljanak ezen a pályán, és ha nem indulnak el, akkor sem baj. Szerintem jól érezték magukat, és adott esetben pedig egy jó folytatás is lehet az életükben. Elsősorban a Régió TV-nek szeretnénk megköszönni, mert egy olyan hangulat teremtődött attól, hogy kamera és mikrofon van jelen a teremben, ami azt gondolom, hogy még jobban érzékeltette a gyerekekkel azt, hogy ez egy riport készítés. Támogatónk volt polgármester úr, Gödöllőváros önkormányzata, ajándékokat kaptak a gyerekek, és támogatónk volt a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ Gödöllői Tankerülete is. A városi riporterversenyről készült felvételünket megtekinthetik a Régió Plus televízió műsorán és videótárában.